Több mint 800 ezer rokkant nyugdíjas él Magyarországon. Mi volt itt? Háború. Volt az is, de ahhoz elég régen, hogy minden 12. magyar rokkant legyen. A rendszerváltáskor, a kohók és bányák bezárásakor rengetegen menekültek nyugdíjba, a reménytelen munkakeresés elől. Inkább rokkantán nyilvánítatták magukat, hogy kapjanak valami kis biztos járadékot, és hagyják őket békén. Ma is túl sokan választják a korai nyugdíjazást, pedig ha nem is a bányában, de munka lenne itt nekik is. Igaz, ma már mindenhez papír kell, a papírhoz pedig tanulás. Akik valóban betegek vagy sérültek, azok segítség nélkül nehezen találnak vissza a munkába. Ha fel is veszik, sokszor feketén, rászorultságukat kihasználva dolgoztatják őket. A munka mindig jobb a segítevésnél. Önsajnálatba süppedve heverészni otthon, várni a kevéske rokkant nyugdíjat, az szomorú sors. Jó lenne, ha tisztességgel megfizetett, hasznos munkából élhetne az is, aki már nem bírja el a lisztes zsákot. Ez a szép a civilizációban. A szorgalmas és tehetséges ember együltőhelyében megkeresheti a betevő falatot, sőt, a nyaralást is. Ma egy súlyos baleset vagy betegség után is lehet az embernek esélye az önálló, dolgos életre. De csak ha van mibe kapaszkodni. Ha van tanfolyam, amit elvégezhet, ha van munkahely, ahol elhiszik, hogy megdolgozik a pénzért. Azok a megváltozott munkaképességűek, akiknél van remény a visszatérésre, 2008-tól nem nyugdíjat kapnak, hanem a talpraállás segítő ösztöndíjat. Számukra még nincs vége az aktív életnek. A rehabilitáció nem csak pénzosztás, jár hozzá gyógytorna, továbbképzés, állásközvetítés és dolgozni is lehet mellette. A rehabilitáció árát az ország megelőlegezi annak, aki vállalja, hogy a legjobbat hozza ki magából, képesítést szerez és megpróbál munkába állni. Sikerüknek együtt örülhetünk. A reményvesztett emberből dolgozó polgár, imádott családapa, hasznos munkatárs, vidám szomszéd lehet. A szerencse forgandó. De nem lehet a bal sorsé az utolsó szó.